Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, amelyben szöveges feladatok megoldását végezzük egyenletek segítségével. Amint már a bevezető videóban is szó volt, melyek azok az ajánlott lépések, amelyeket egy szöveges feladat megoldásánál érdemes alkalmazni, illetve melyek azok a lépések, amelyeket úgymond át tudunk vinni egyik feladatról a másikra, de készüljünk fel, hogy mindegyik feladatban egy pici kis apró újdonsággal találkozni fogunk. Nézzük a mai feladatunkat, ebben a videóban a következő feladatot fogjuk megoldani. Egy osztály tanulóinak 1/6 kitűnő, 2/9 jeles, 1/3 jó, 1/4 elégséges, és egy tanuló elégtelen előmenetelő. Ha a tanár 52 éves, hány tanuló van az osztályban? Próbáljuk meg akkor elemezni a feladatunkat. Itt már láthatjuk, hogy nem csak olyan keresett szám, tehát egy számnak valahanyadát hozzáadjuk valamihez típusú feladattal találkozunk, hanem úgymond az mindennapi életből vett szituációval. Tehát egy osztály tanulóiról van szó, és ugye amit keresni fogunk, amit majd végül is X-el fogunk jelölni, hogy hány tanuló van az osztályban. Az, amit fel kell, hogy ismerjünk, az a művelet, 1/6, 2/9, 1/3, 1/4. Ugye ez valójában művelet is, és egy szám is, mert mit jelent 1/6? Hát valójában valaminek a 1/6 része, tehát el kell osztani majd 6-tal. Mit jelent 2/9? El kell osztani 9-el, és abból 2-t kell venni. Ezt, hogy 2/9, ezt megoldhatjuk úgy is, hogy amit már említettem, vagy pedig megszorozzuk egyszerűen 2/9-del. Az 1/3, itt osztjuk ugye 3-mal, 1/4 osztjuk majd 4-jel. És találunk még pont egy tanulót, aki elégtelen előmenetelő, ő ugye nem függ az össztanulók számától, illetve hogyha jobban megnézzük a feladatot, akkor találunk itt egy olyan adatot, történetesen, hogyha a tanár 52 éves, aminek semmi köze a tanulók számához, úgy is nevezhetjük, hogy ez egy zavaró tényező, tehát ezzel az adattal ebben a feladatban nem kell foglalkoznunk. Nézzük akkor az egyenletünket, tehát próbáljunk meg ez alapján elindulni. Úgy indultunk el, ugye, hogy a tanulóknak 1/6 kitűnő. Amint már az elemzésnél is láttuk, tehát az x-et, a tanulók számát el kell majd osztani 6-tal. Én szeretem törtként fölírni a feladatot, és aztán törtként is megoldani. Hozzáadjuk, tehát folytatjuk tovább, ugye jön a plusz. 2/9 jeles. Ugye ez, amiről ezelőtt már említettem, hogy valójában az 1/9 az lenne az x per 9, de mivel ugye 2/9 van róla, tehát azt mondom, hogy 2x per 9. De ugyanúgy mondhattam volna, hogy 2 per 9 szorozva x-el, tehát többféleképpen fel lehet írni. Majd hozzáadjuk most a jó tanulókat, az lesz az 1/3, ugye az az x per 3. Jönnek még az elégséges tanulók, az az 1/4, x per 4. És egy tanuló elégtelen, tehát az a plusz 1. Ez már ugye nem függ az x-től. És ha ezt most mind összeadjuk, tehát a kitűnőket, a jeleseket, a jókat, az elégséges és az elégtelen, akkor megkapjuk, hogy hány tanuló van az osztályban, vagyis valójában az x-et. Láthattuk, hogy hogyan írtuk fel az egyenletet, ami valójában egy törtes egyenlet. Tehát ilyenkor azt szoktuk alkalmazni, hogy megkeressük a közös nevezőt. Hát a közös nevező ebben az esetben, hogyha elindulunk a legnagyobb kitevő, legnagyobb nevező az a 9-es, 9-et el tudom osztani a többi nevezővel, tehát 6-tal, 3-mal, 4-jel, hát 3-mal igen, de 6-tal, 4-jel nem, tehát akkor veszem a 9-nek a többszöröseit. 2x9 az a 18, az már osztható 6-tal is, meg 3-mal is, de nem osztható 4-jel. Tovább kell mennem, 3x9, 27, hát az sem 6-tal, sem 4-jel nem osztható, de végül, ha veszem a 4-szeresét, 4x9, 36, az már mindegyik nevezővel osztható. Itt tehát mondhatom, hogy a közös nevező a 36. Megnézem, hogy hány tagom van. Láthatom, hogy itt láthatjuk, hogy bal oldalt 5, jobb oldalt 1, tehát összesen 6 tag. Így most minden egyes tagot valamivel bővítenem kell, tehát jönnek a kis pipák, amiket alkalmazunk az ilyen törtes feladatok megoldásánál. És akkor nézzük, hogy mi kerül a pipára. 36-ot osztom 6-tal, az lesz a 6. 36-ot osztom 9-el, az lesz a 4. 36-ot osztom 3-mal, az lesz a 12. 36-ot osztom 4-jel, az lesz a 9.
és az 1-esnél, illetve az x-nél, mivel nincs nevező, azt úgy veszem, mintha 1 lenne, és akkor 36 osztva 1-jel az 36, ez kerül ide is, és ez kerül ide is. Amikor már megszabadulunk a nevezőktől, most már csak el kell végezni a szorzást, tehát lesz 6-szor x, az 6x, 4-szer 2-ször x, az adja a 8x-et, 12-ször x az a 12x, 9-szer x az a 9x, 36-szor 1 a 36, és 36-szor x az a 36x. Így most már kaptunk egy nagyon egyszerű kis egyenletet, amit csak rendezni kell. Ismeretlenek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra, tehát ennek a 36x-nek át kell, hogy jöjjön a bal oldalra, és a 36-nak pedig át kell, hogy menjen a jobb oldalra. Tanultuk, hogy ilyenkor az előjel megváltozik, tehát a plusz 36x-ből lesz mínusz 36x, a plusz 36-ból mínusz 36. Most már ezt el tudom végezni, össze tudom borni a bal oldalon, de mivel vannak pozitív és negatív tagok, én inkább csoportosítom őket. Először összeadom az összpozitívot, kezdem azzal, hogy 8 plusz 12 az 20, meg 6 az 26, meg 9 az 35, tehát lesz 35x. Negatív x-ekből csak egy van, ez a mínusz 36x, egyelő mínusz 36. És így most már könnyűszerrel össze tudom vonni, plusz 35 és mínusz 36 az mínusz 1-et fog adni, tehát mínusz 1x, egyelő mínusz 36-tal. Mivel az ismeretlen előtt negatív előjel van, ezért érdemes az egyenlet bal és jobb oldalát beszorozni mínusz 1-jel, így akkor az előjelek eltűnnek, illetve megváltoznak, tehát a mínuszból plusz lesz, mínuszból plusz lesz, és mivel 1-es volt az x előtt, azt az 1-es nem is kell írni, tehát rögtön megkaptuk, hogy x egyelő 36. Megnézzük a feladatunkban, azt kerestük, hogy hány tanuló van az osztályban, tehát mondhatjuk, hogy akkor a tanulók száma az 36. Nézzük az ellenőrzést. A feladatunk tehát így szól. Egy osztály tanulóinak egy hatoda, most már tudom, hogy 36-an vannak, annak az egy hatoda, elosztom 6-tal, az 6. Plusz, jönnek a kitűnők. 2 kilencede, elosztom 9-el, ugye a 36-ot, az 4, tehát mondom azt, hogy 2x4. Majd esetleg a következő lépésben összeszorzom. De ha valaki ezt rögtön összeszorozza és 8-at ír, az is jó. Jöhetnek most a jó tanulók. 1 harmada. Hát 36-nak az 1 harmada. Elosztom ugye 3-mal, az 12. 1 negyede, az elégséges. 36-ot osztom 4-jel, az 9. Plusz az 1 tanuló. És ugye az kell, hogy meglegyen a 36 tanuló összesen, tehát egyelő 36. Ha itt most ugye 8-at veszünk, 8 meg 12 az 20, 26, meg itt még 10, az 36, tehát láthatjuk, hogy igaz állítást kaptunk, és akkor így most már felírhatjuk a válaszunkat erre a kérdésre. Hány tanuló van az osztályban? 36 tanuló van az osztályban. Így oldottuk meg ezt a feladatot. Köszönöm a figyelmeteket!